A fazekasság az a mesterség, ahol családi hagyományozódás van. Nálad ez hogy történt? Hogy jutottál a mesterség közelébe? Tulajdonképpen abban az időben, amikor én általános iskolás voltam, akkor azokban a szünetekben ugye illett a gyereknek elmenni valamilyen munkára, nyári munkára, és nekem a csemetekerti kapálás az nem nagyon tetszett, de édesanyám azt mondta, hogy olyan nincsen, hogy nem dolgozunk, fiam, és bejelentett, illetve megkérdezte az ottani karcagi mestert, a Kántor Sándor bácsit, hogy nem jöhetne ez a fiú ide dolgozni nyáron, mert hát lógni nem lehet, aztán valami munkát tud-e neki adni. És hát szerencsémre már másnap, ahogy anyám ezt megkérdezte tőle, másnap lehetett menni reggel 8 órára a műhelybe, és tulajdonképpen ez a történet, ez 1969-ben kezdődött. Most már emlékszem rá pontosan, hogy 5-es vagy 6-os nyári szünetben volt, de hogy ezzel kezdődött el tulajdonképpen az agyaggal való ismerkedés, és hát természetesen hosszú nyarakat dolgoztam ott a mesternél, anélkül, hogy agyagot a kezembe vehettem volna, mert azért nem úgy volt az, hogy egy inas bejön az udvarba, és mindjárt a korongra ülhet, tehát nagyon sok mindent láttam, de igazából megszerettem ezt a milliót, ami egy ilyen műhelyben van, bár 8. után én nem közvetlenül fazekasnak indultam, hanem zenei tanulmányokat kezdtem el Budapesten, de aztán végül csak itt kötöttem ki a műhelybe, nem éreztem jól magam Budapesten, ez egy katonai iskola volt, és 14 évesen nem igazán tetszett nekem ez a történet akkor, és visszajöttem a karcagra, jelentkeztem a mesterni, hogy nem itt tanulhatnék itt, mert én nekem ez jobban tetszik, mint a zenélés, és aztán ő befogadott, és hát itt kezdődött nála ez a dolog. Népművészet ifjú mestere lettél, és nagyon fiatalon népművészet mestere. És ami nekem érdekes a te történetedben, hogy nagyon fiatalon kerülsz át Kalocsára. És minthogyha ha egy fiatal fazekast, akinek azért valljuk be, még nem volt nagy múltad akkor, Kalocsa város hív meg téged. Ez hogy történt? Igen, ez körülbelül abban az időszakban történt, amikor már én 10 évet voltam ugye a szakmában, a tanulóéveket és a segédéveket összeadva. Elég neves műhelyben segédkedtem, a Szabó Mihálynak a műhelye, aki szintén kántor tanítvány volt, és 65-től nálam dolgozott. Én nála töltöttem a segédéveket, és nagyon komoly fazekas műhelyek voltak ezek. Nem csak abban az értelemben, hogy a nagyon értékes munkát végzett ugye a Szabó Mihály, aki a hódoltságkori kerámia világot tárt elénk újra, hanem abban is, hogy a tanuló tartásban, illetve hogyha egy tanulót fogadott maga mellé, nem sokat, akkor annak azért az útját megpróbálta egyengetni. Nagyon jó kapcsolatunk volt, és nagyon jó barátunk volt a Bella Tibor néprajz tudós is, aki Karcagon élt, és neki voltak ilyen szertágazó kapcsolatai az országban, és tulajdonképpen ő tudta azt, hogy Kalocsa abban gondolkodik, hogy szeretné ezeket a régi mesterségeket újraéleszteni. És én éppen ez a 10 év, 10-12 év, ez az az időszak egy segéd életében, amikor már szeretne önállóan dolgozni. És nekem ez a kalocsai lehetőség azt jelentette az akkori gondolataimban, hogy lehetőséget kapok önállóan műhelyt alakítani, és az én saját elképzeléseimet akkor meg tudom valósítani, amit egyébként a Szabó műhelyben is megengedtek, de természetesen az még nem egy önálló dolog volt, hiszen ott volt mögöttem a stáb, a technológia, a technika, minden, a technikai háttér, és hát ez egy óriási erőt is adott, lendületet adott nekem, hogy egy műhelyt alapíthatok, ahol igazából bizonyíthatom azt, hogy mit hoztam magammal, mit tanultam az elmúlt 10 évben. Itt Kalocsán, amikor eltelepültem, akkor nyilvánvalóan minden olyan közösséget, minden olyan szellemi közösséget hátrahagyva telepettem meg, és itt újra föl kellett építenem magam körül azt az emberi közösséget, akik ebben a munkában támogattak, értették, hogy miről van szó, itt beleértve a múzeumtól kezdve az olyan
itt művelési ház, ugye akkor még 80-as években így működtek, hogy én ezt a kutató munkát el tudjam végezni, mert nem feltétlenül csak múzeumban lehet ezeket megtalálni, ezeket a rég elmúlt értékeket, hanem az emberi elbeszélésekből, megkerestem a helyi fazekasokat, és hát nyilvánvalóan néhányan konkurenciát láttak ebben a történetben, de mégiscsak találtam itt a Deák Lajos személyében egy olyan fazekast, aki a legmesszebb menőkig mindenféle segítséget megadott ahhoz, hogy én nekem képem legyen arról, hogy itt Kalocsán valamikor a háború előtti 30-as években, illetve azt megelőzően milyen fazekasság volt. Nyilvánvalóan nehéz volt ez a munka, mert ahogy mondtad is, ugye én karcagi vagyok, és hát ott a tiszafüredi, középtiszai stílusvilágot újította fel a kántor Sándor, és itt nem rendelkezett Kalocsa olyan hagyományokkal, olyan óriási hagyományokkal, mennyiségben sem és mindenféle más tekintetben sem, amiből olyan gazdagon lehetett volna építkezni, mint mondjuk a középtiszai stílusból, ezt ugye ismerjük, nagyon színes világ. Nagyon visszafogott, fazekas színvilággal találkoztam itt. Csak néhány edény típus volt, amit itt annak idején is csináltak. És hát elkerültem Karcagról egy olyan térségbe, ahol ugye ennek a szakmának nem volt ugye nagyon nagy híre. Én Karcagról csak a kalocsát, a paprikáról és a táncról és a népművészetéről, a hímzésről ismertem, de igazából a fazekasság az nem hallatszódott, nyilvánvalóan nem volt olyan jelentős, mint Tiszántúlon. És 87-ben szerveztem meg először, hogy egy fazekas találkozót, ami egy országos fazekas találkozó volt, több mint 50 levelet küldtem ki a fazekas kollégáknak, akikkel egyébként nagyon keveset találkoztunk azt megelőzően. Nyilván van egy országos kiállításokon vagy pályázatokon összetalálkozott a társaság, de csak egy fél órára, egy órára, és aztán mindenki szétment, hazament. Hogy üljünk már le, beszélgessünk a jelenünkről, a jövőnkről, egymást ismerjük meg, és hát nagy örömömre el is jött a szakmából rengetegen, mert itt kb. 50-en voltunk itt a Műhely udvarban, és egy szalonasütés történt, és egy jó beszélgetés. És ebből hagyományt csináltam, mert következő évben is hívtam a másik évben is, és aztán 92-re érett meg ez a társaság arra, és a gondolat is akkor született meg, hogy mi lenne, ha nem csak szalonnás ütnénk és beszélgetnénk, hanem egy szakmai tábort is tartanánk. És 92-ben meghívtam 15 fazekas kollégámat, akik el is fogadták a meghívást, és csináltunk egy gyönyörű kiállítást. Azt hiszem az első téma az ilyen tematikus táborokat szervezett. A fekete kerámia volt, és meg is építettük hozzá egy mohácsi mesterrel a fekete égető kemencét, tehát már megvoltak azok a legfontosabb technikai feltételek, amire hívhattam a kollégákat. És hát 15-en dolgoztunk itt 2 héten keresztül, egy gyönyörű kiállítást sikerült belőle készíteni itt a Városi Kiállítóteremben, a helyi múzeum igazgatója segítségével, közreműködéssel nagyon jól fogadták a találkozót a tábor. Aztán 93-ban szintén összejött ez a társaság, de már kevesebb kolléga jött, mert ahogy jött ez a szabadpiacos történet, ugye mindenki az idejét már nem tudta úgy felhasználni, még mindig szép számmal jöttek fazekasok, akkor pedig a téma a kalocsai volt, a régi fazekasságnak a megismertetése, meg azokat a régi technikáknak a gyakorlása történt ez alatt a 2 hét alatt, amire már csatlakoztak Norvégiából, Olaszországból, Angliából, tehát egy kicsit szélesebb körben, nem mondanám, hogy nagyon nemzetközi volt ez a tábor, de így hallották innen-onnan a műhelyről, az előző évi táborról, és akkor így barátokon keresztül megtalálták a műhelyt, és hát egy nagyon jó hangulatú tábor volt, és ebből is szintén csináltunk egy nagyon szép kiállítást, ez a kalocsai téma. Aztán 94-ben tovább folytatódott a tábor, és azóta minden évben, július első hetében csinálok egy ilyen fazekas tábort. A kollégák azok már elmaradtak,
Néha meghívok egyet-kettőt egy-egy szakmai tábor vezetésére, de igazából ennek megvan az oka. Annyi fazekas rendezvény lett már azóta, és annyi munkája van mindenkinek, most már mindenki saját lábán áll, és nagyon-nagyon beosztják a idejüket, és nyilvánvalóan messze már nem jönnek ide Kalocsára el, de ezek a táborok, ezek folyamatosan vannak amatőröknek, meg hát az érdeklődnek, és hát attól függ, hogy milyen érdeklődés, mire, milyen technológiára van érdeklődés, attól függően szervezem meg a tábort. Az, hogy a kulturális életben mennyire veszek részt, ez tulajdonképpen 98 óta van így, amikor is egy szomszédos épületet megvásároltam itt a műhely mellett, és itt alakítottam ki egy olyan kiállító teret, itt bővültem tulajdonképpen egy jó 100 négyzetméterrel, amiben ezeket a már a fazekas találkozókat is ebben szerveztem meg, illetve a fazekas találkozóknak az volt a 94-től az újdonsága, hogy egy-egy kollégánkat mindig bemutattuk, hozott kiállítási tárgyakat. Amíg nem volt meg az épület, addig a romos épületben tartottuk ezt meg. Amikor az se volt, akkor egy lakodalmas sátrat állítottam az udvar közepére föl, de oda már egy-egy kollégám minden évben hozott egy kis kollekciót, mint egy 15-20 tálat, ezt, azt, amazt, és csináltunk megnyitót, meghívtam a városi helyi egyesületeket, népművészeti egyesületeket, táncosokat, és hát itt egy gyönyörű felvételek vannak, és dokumentáció kerül, hogy milyen élet volt a kezdetekben. Kb. 200-an voltak ezen a találkozón. A fazekasok, olyan 30-40-en, akik eljöttek mindenhonnan, és hát a helyi népművészet területén foglalkozó táncosok és mindenki más is. Én mondom, a műhelyed az tulajdonképpen egy közösségi tér, egy kiállító tér, egy közművelődési tér. Tehát ott működik nálad egy tornác galéria, egy lépcső galéria, és nem csak fazekasokat mutatsz be, ha jól tudom. Igen. Szóval ez az, hogy ezzel a térrel, ez egy gyönyörű műemléki épület. Valamikor az 1730-as évek és 50-es évek között épült, érseki tulajdoni épület volt ez, olyan néven ismert, hogy a Kalocsai Parád és Istálló, és ennek egy részét vásároltam ki, és tulajdonképpen maga az épületnek a szépsége, azok a gyönyörű építészeti megoldások, ezeket úgy gondolom, hogy ezeket kellően tiszteletben kell tartani, ezt nem lehet magáncélra kisajátítani, mert egyszerűen ezt látni kell mindenkinek, és hát hogyan láthassuk legjobban, hogyha és méltó is arra, hogy bárki ezekben a falak között bemutatkozon, és akkor nyilvánvalóan a helyi környékbeli képzőművészeket, akikkel megismerkedtem, szobrászoktól, festőktől kezdve, aztán később bejöttek a kollégák a képbe, és kollégáknak csinálok kiállítást a házamban. Mert sokszor mondják is, hogy a konkurenciát leengeded a házba, de ezt én boldogan teszem, mert hogy ez a lényeg, hogy ismerjék meg a helyiek is az, hogy még ezen kívül milyen sokféle érték van a fazekasságon, az én fazekasságon kívül is az ország más területén is, tehát hogy mennyire szép ez a mesterség, és hogy milyen kiváló művelői vannak, de hát így van, a mai napig 56 ilyen kiállítást rendeztem, szerveztem a házamban, és ezt hol az udvaron, hol a lépcsőházban, hol a tornácon, tehát ezek a tornác galériának is az a története, hogy amíg nem volt olyan állapotban ez a tornác, amilyen állapotban most van, akkor egy helyi éttermet kerestem meg, ami szintén egy nagyon-nagyon híres régi érseki épület, amiben egy étterem működött, és gyönyörű, ámbitusos tornáca volt, és megkérdeztem, hogy nem lehetne ott kiállításokat szervezni, mert nagyon szép, sokan járnak oda, és hát a tulajdonos megengedte, hogy én oda szervezek kiállítást, hogy bevigyük a kultúrát meg a művészetet olyan terekre is, ahol egyébként nem szokásos. Tehát nincsenek az emberek hozzászokva ahhoz, hogy egy kiállítás megnyitó egy vacsora közben egy étteremben, és hát ezek a kiállítások is mentek egy olyan 10 évig, de az étterem bezárt, és utána áthoztam ide hozzám, és bátorkodtam a Tornác Galéria nevet ide is adni a tornácomnak, és hát itt történnek ezek a kiállítások
hát semmit nem viszünk el a másik oldalra. És én annyi tudást és annyi odafigyelést kaptam az elődeimtől, a mestereimtől, és az egész életem során azoktól az emberektől, akiktől az lettem, ami, hogy én ezt nem tudom megtartani, el se bírom. Hát az embernek tele van a batyúja. Nem lehet ezt le kell tenni. Hát most hova teszi le az ember a batyúból, akkor nyilván egy másik embernek adja át, és én azért szeretem átadni ezt, mert tudom, hogy például a fáségetést, azt nagyon kevesen csinálják már. Még magyar szombatfán van egy-két fazekas, akinek van ilyen, és örömmel látom, hogy a táborokat is most már ott is elkezdték tervezni, és hogy ilyen technológiákat is bemutatnak. Nálam van, mert amikor a 88-ban megépítettem a fekete kerámiaégető kemencét egy mohácsi mester segítségével, akkor tulajdonképpen már elkezdtem ezt az alapot, hogy legyenek meg ezek a technológiák. Aztán hozzáépítettem egy másik katlant, ami szintén egy nagyon-nagyon hagyományos fazekas égetési technológia, és hát mostanában ezekre szoktam szervezni táborokat is egyébként, meg hát az érdeklődőknek nagyon szívesen, bármikor. Tehát valaki azt mondja, hogy ő szeretne egy ilyen égetést látni, akkor az egyeztetés kérdése, csak semmi más, mert az ugye miután udvari kemence, itt az időjárás körülmények nagyon fontosak, de ez senkinek, főleg kollégáknak és semmi pénzben nem kerül, csak annyi, hogy eljöjjön ide, aztán begyújtunk a kemencébe, berakjuk valamivel és kiégetjük. Tehát ez bárki számára érhető egyébként. A fölmerült a szakmában a kérdés már évtizedekkel ezelőtt is, hogy miért nem lehet azt megcsinálni, hogy egy szakma kezébe veszi a saját sorsát, és tulajdonképpen önmaga épít fel egy olyan rendszert, egy olyan pályázati rendszert, amiben saját magát zsűri, mert mégiscsak egy szakembernek van megfelelő értékítélete ebben a témában. És Ketszeren 2003-ban egy olyan lehetőséget kaptam az ott akkori városvezetéstől, hogy csinálhatok ott egy országos fazekas kiállítást, ami egyébként egy meglévő fesztiválra épülne rá, mint társrendezvény. És először csak egy kiállítás volt, és a második évben már egy tematikus kiállítást csináltunk, ami már egy pályázat is volt. És egy olyan szisztémát találtunk ki, hogy nem hívunk külföldi zsűrit, egy társadalmi zsűrit igen, amelyik a szakmai zsűrit ellenőrzi, de olyan szisztémát, amiben az ott kiállító fazekasok ítélnek oda díjat az ott kiállítóknak. És ebben különleges ez a történet, mert hiszen nagyon sok ellenzője volt ennek a kezdeményezésnek, mert hát akkor majd össze fognak veszni a fazekasok, meg nem tudom is, meg a szakmának nem jó, hogyha a szakma, mert akkor azok irigyek lesznek egymásra. Hát jelentem, és ki tudom jelenteni, 18 év pályázat, illetve 18 éve rendezzük ezt a kiállítást és pályázatot, az idén sajnos elmarad, hogy nem így van, és meg kell kérdezni az ott kiállított fazekasokat, hogy mi a véleményük erre, mert nyilvánvalóan én elfogult lehetek, de azért meg kell kérdezni a szakmát, ők elmondják, hogy van ez. Tehát úgy látom, hogy nagyon szépen működik ez a dolog is, és senki nem megy el sértődötten haza, mert a szakma annak adja oda, ott személyesen a szemében nézve, kezet rázva, hogy igen, a tiéd most a legjobb. És egyetlen egy olyan pályázat egyébként, most már azért természetesen törekszenek máshol is erre, és nem megbántva a többi ilyen rendezvényt, mert hiszen más értékek alapján tevődnek össze, de ahol csak a mesterségbeli tudás számít. Tehát itt nem esztétika, nyilván ez már esztétika is, mert aki a szakmáját tudja, ott már az esztétika is rendben van. Tehát a mesterségbeli tudás az, ami legjobban fontos, és ez zsűrizi, ezt értékeli az ott kiállító fazekas közösség. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy ez sikerült megcsinálni, ez egy úttörő dolog volt. Tulajdonképpen ma már az idén például volt olyan országos fazekas kiállítás pályázat, ahol már ezt a szisztémát alkalmazták, amit Kecelen alkalmazunk. Úgyhogy erre büszke vagyok, és hát nagyon szeretem a szakmámat, hogy ezt így sikerült elérni a kollégákkal. A batyútban lévő összegyűjtött kincseket nem csak egyszerűen lerakod az érdeklődőknek, hanem szeretett továbbadni a következő nemzedéknek is.
Igen, ez egy fontos dolog. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy amit kapunk, azt továbbadjuk mindenféle tekintetben. Tehát nem csak a szakmának a technológiai részét, amit már említettem, hanem nagyon sok olyan életvezetési dolgok vannak, speciális dolgok vannak, amiket nagyon szívesen továbbadok az én tapasztalatomból kifolyólag. Nem a tanulóknak a mennyisége, a száma a lényeges, hanem azt, hogy az ember megtalálja-e azt az egy-két-három tanulót az életében, aki azt a szellemiséget, azt a féle gondolkodást át tudja venni, ami ahhoz kell, hogy ezt az értékőrzést tudjuk továbbvinni. Látom és tudom, hogy melyik az egy-két tanuló, három tanuló, aki ebben tökéletesen megfelel. Van egy nagyon fiatal tanítványom, talán beszélhetek róla. Az egyik, akivel 25 éve együtt dolgozom, a Madár Helga, aki úgy gondolom, hogy ő az egyik, aki ezt szerintem kellően megmérgeződött ezzel a dologgal, úgyhogy fogja továbbvinni. És van egy nagyon fiatal tanítványom, akivel 10 évvel ezelőtt ismerkedtem meg egy gyermektáborban, aki nevét is mondhatom, a Sántó Marcina, aki ma egyébként Műszaki Egyetemen a villamosmérnöki mesterszakára jár már, de 10 évvel ezelőtt kezdte el ezt a szakmát, és ő egy olyan tehetsége ennek a mesterségnek, amit valamelyik nap egyik előadásomban mondtam is, hogy 100 évben egy születik ilyenből. Tehát mint ahogy a Kántor Sándorból is egy született abban a században, illetve hát, és tehát a Marci egy olyan tehetség, amiben szinte biztos vagyok, már az elkészített munkái által is, meg az ő hozzáállása átokán is, hogy ebből a tekintetben megcsináltam, elvégeztem ezt a munkát. A fazekasság az a mesterség, amelyik talán legrégebbre visszakövethető, tehát hiszen az őskor utolsó szakaszából már találunk edényeket. Mit gondolsz te arról, hogy mondjuk 100 vagy 1000 év múlva lesznek-e még fazekasok? Abban a megváltozó világban, ahol a műanyagok borítanak el mindent körülöttünk, van-e létjogosultsága a fazekasságnak? Én azt gondolom, hogy pontosan az az igazolás arra, hogy lesz, miután most legutóbbi kutatások szerint 16 ezer éves ez a szakma, mert ugye Szibériában valahol találtak régészek olyan edényeket, amik arra az időre vezethetők vissza, tehát azért még 10 000 év se semmi. Tehát hogyha 10 000 éven keresztül megtalálta a helyét az emberek mellett az ember környezetében a kerámia, akkor én azt gondolom, hogy ezután is meg fogja találni. Nem kiállítási tárgyakat készítünk, hanem olyanokat, amiket használnak. És hogyha sikerül ilyeneket készíteni, akkor nyilvánvalóan ez fönn fog maradni. A műanyag az el fog tűnni. Tehát annak nincsen 16 ezer éves múltja. A kerámia fog maradni, mert az ember az endiepar valamiből, és akkor ott van ez majd a fazekas, akinek majd kell csinálni. A virág az most is jobban érzi magát a virágcserében, mint a műanyagban. Tehát itt csak az a kérdés, hogy a találunk-e a jövőben is olyan fiatal generációt, akik fogékonyak lesznek az efféle értékekre, mert itt nagyon sokan csinálják ezt hobbiból, ezt a szakmát, és úgy gondolják, hogy ránézünk ugye a videóra, és hú, hát ez nagyon könnyen megy, de talán még el is sajátítanak egy-két fogást, és talán még készül is egy-két mézes bögre, de igazából azt gondolom, hogy ennek sokkal mélyebb története van ennek a dolognak, és hogy lesznek majd olyan gyerekek, olyan fiatalok, akik ennek, majd ráéreznek ennek a mélységére, hogy ez nem csak egy bögre, nem csak egy agyagdarab, amivel dolgozunk, hanem ez egy hihetetlen olyan tudáshalmaz, ami a múltból jön, összerakva mindenből, és ezt a tudáshalmazt nem szabad veszni, hagyni, mert ebben, még egyszer mondom, nem csak agyag van, és nem csak égető kemence, hanem hihetetlen morális értékkel bír. És erre, hogy lesz-e fogékonyság majd a fiataljának, ezt nem tudom. De azt gondolom, hogy a mi felelősségünk és az én felelősségem is, hogy ezt meglássuk. Tehát, hogy meglássunk egy fiatalt, egy gyereket, hogy mi van benne, hogy ő majd képes lesz-e. Ezt csak mi tudjuk. Még ezt a gyerek sem tudja, a mi felelősségünk, akik ezt értik, meg már valamennyi ilyen szinten tudjuk, hogy meglássuk azt a
kapocsot, azt a jövőt ebben bárkiben, gyerekben, hogy átadjuk neki ezt a történetet. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz kerámia, de hogy most ebben a változó világban, és különösen úgy, hogy vagyunk még néhányan olyan mesterek, akik még azért ezt a világot olyan emberektől ismertük meg, akik gyakorlatilag ugye a klasszikus korban is éltek, tehát a 19. században, ugye az én mesteremnek, ugye akkor született 1894-ben, de az ő mester az 1820-ban született valaki volt. Tehát, hogy itt tulajdonképpen két-három kapocs, és már 250 évet, 200 évet át tudunk fogni. Tehát ez egy nagy kérdés egyébként. Nem tudnám megmondani határozottan erre a igent, de én minden megteszek, ami rajtam múlik, hogy ez tovább menjen. Hogy mi most nem személyesen közönség előtt beszélgettünk, hanem így interneten, a világhálón keresztül, ez is ennek a kifordult világnak a következménye. Nem egy normális dolog természetesen. De talán így is eljut azokhoz az üzenet, akiket ez érint, akik erre fogékonyak. Te hogyan élted meg az elmúlt hónapokat? Mennyire bezárva, mennyire a műhely munka, mennyire tudnak a külső érdeklődők hozzád menni, illetve lelkileg ezt, hogy éled meg, mint fazekas? Értem. Nyilvánvalóan nagyon sok olyan dologgal is foglalkozik egy alkotó ember, ami nem feltétlenül a műhelyhez kötődik. Itt ugye gondolok arra, hogy Zentára járok le, vagy jártam volna az idén, és mint tavaly össze kezdődött egy kurzus, ahol egy 10 fős csoportot mentorálok ebben a szakmában, és hát nyilvánvalóan ez egy egyrészt a velük való találkozás, egy folyamat megszakadt ezzel a történettel márciusban, ezt igazán nem jól viselem, mert nagyon nehéz fölépíteni egy kis közösséget, és hogyha az széthullik, mert most ugye ez a helyzet van, ezt újra kell építeni majd. Ez egy kétségtelen nagy vesztesége az idei évnek számomra. Egyébként meg a pincében mindig van agyag, az udvaron mindig van száraz fa, tehát így nagyon nem estem kétségbe, mert kitaláltam, mondjuk akkor most akkor csomó virágcserepet csinálok tavasszal, mert turista nem jön, vásárokba nem tudunk menni, és hát el kell mondjam, hogy az idén volt a legjobb cserépvásárok a piacon, és hát például az egyik ilyen történet, illetve egyik ilyen munka volt, hogy megépítettem azt a udvari sütőkemencét az udvaromban, amit már 20 éve akartam megépíteni, és éveken keresztül mindig gyűjtöttem hozzá a téglát, a vasajtót, a mindent, ami kell a kemencéhez, és akkor úgy gondoltam április közepén, hogy hozzáfogok, és megépítettem egy ilyen udvari sütőkemencét, amit természetesen nem csak a saját számomra, hiszen hát két-három lángosért nem épít az ember magának kemencét, hanem ezt is egy olyan célzattal, hogy az alkotóházamban, hogyha a táborok vannak, a gyerekek vannak, ha érdeklődők vannak, akkor tulajdonképpen ezzel is tudjak szolgálni. Van is egy tervem vele, azzal a címmel, hogy tanuljuk vissza elődeink kemencés tudományát. Jövő április 30-ától indul ez a program, ahol is az a lényeg ennek a dolognak, hogy a környékben lévő idősebb emberektől, akik még értenek az ilyen kemencés ételekhez, azokkal elkészítjük ezeket az ételeket, végigfotózzuk, dokumentáljuk, és ebből egy kiadványt szeretnénk majd csinálni, vagy szeretnénk csinálni. De hát ez is egy ilyen közösségteremtő valami a műhely udvarán, ami be is bizonyosodott egyébként, amikor nyári szünetben, hogy a gyerektáborok elkezdődtek június közepe után, és hihetetlen érdeklődéssel jöttek egyébként a kemence próbákra, stb. Úgyhogy azért éltük az életünket, és hát ez tulajdonképpen át is vezetett bennünket ezen a nyáron, és kárpótolták ez a sok öröm, kárpótolta azért azt az anyagi veszteséget, ami hát természetesen ilyenkor minden műhelyt megérintett. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy hamar vége lesz ennek a történetnek, és újra beindul az élet, nem csak a műhelyben, mert még egyszer mondom, itt azért dolgozunk, meg csináljuk a dolgunkat,
hanem úgy az egy országban is, és az egész világon, ahol ismét jöhetnek, mehetnek az emberek, és rácsodálkozhatnak ezekre az értékekre.